Bizony. Szevasztok, srácok. Egy újabb Warhammer game, ami izometrikus nézettel rendelkező, körökre osztott csatamód, illetve CRPG. Úgyhogy sok szöveg, némi harc, Warhammer-es köntösben. Állítólag ez az game most amúgy nagyon jó. Van 50, 70 és 100 eurós verziója is, attól függetlenül, hogy miket akartok hozzá, digitál artbookot, muzsikákat, háttérképeket, skineket a hajótokra, vagy esetleg season pass-t, meg fegyverkinézetet, meg petkinézetet, attól függ, hogy tényleg mennyire vagytok Warhammer fanok. A játékot egyébként már 2023 évelején ki lehetett próbálni, beta verzióját, illetve már 2022 év közepén voltak, akik az alfáját is játszhatták, és az alapján azt mondták, hogy ez most nagyon jó, ugyanis az Owlcat Games csinálta ezt a gémet, akiket egyébként a Pathfinder, Kingmaker, illetve a Wrath of the Righteous-ről ismerhettek. 6 karaktert irányíthatunk, egy űrbirodalmat kell építeni, azt fogunk mi teremteni, alakítani, formálni a döntéseinkkel, vannak űrcsaták, lehet kóba is nyomni, a magyar felirat az pedig gépi magyarítás, szóval úgy tekintsétek. Ha minden igaz, akkor max grafikán fogjuk nyomni a gémet, exkluzív teljes képernyős módban. Mennyi. Lesz benne alvat vér, meg vérfolt is, meg amolyan vérfolt is. Kétszer vannak vérfoltok, srácok, ez nagyon véres lesz. Úgyhogy azt mondják, hogy ez a game most így a Baldur's Gate 3 megjelenése után könnyebben emészhető. Ha már ugye CRPG. Na nézzük. Mi fejlesztők mindig arra törekszünk, hogy javítsuk munkánkat. Ehhez olyan információkra van szükségünk. Szeretne feliratkozni a játék statisztikák küldésére? Nem. Szemeztetek ezzel a gémmel? Na, kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok majd szólni. Fő történet. Hamarosan további történetmódok is megjelennek. Ja, tehát akkor csak egy kaland van, úgymond. Egy kampány van, de később terveznek többet is. Vedd fel a Rogue Trader köpenyét. A merész magánemberek ősi dinasztiájának sarja, akik uralkodnak kereskedelmi protektorátusokon, és fedez fel az ismert galaxis peremeit. Sötétség dereng Valancius vérvonalán, miközben számos fenyegetéssel néz szemben saját soraiból és kívülről. Miközben számtalan ellenség igyekszik elpusztítani az emberiség legmerészebb és legbátrabb bűnökeit. Rajtad múlik, hogy megtartod-e ennek a szétszúzott protektorátusnak az uralmát, és új utat alakíts ki a Von Valancius dinasztia számára, amely jelenleg háborúk, intrikák, katasztrófák és eretnekség görvényében találja magát. A tét nagy, és még magasabbra emelkedik, ahogy félelmetesen erős és ambíciózus ellenfelekkel keresztezik útjait a Coronus Expanse sötétjében. Hoppá. Erre a gémre úgy készüljetek amúgy, hogy itt főleg olvasni fogunk az elején. Tehát még kevesebb akció lesz, mint a Baldur's Gate 3 elején. Itt még többet fogunk olvasni. Na, nehézségek. Ja. Ja, értem, mert hogy az egyedinél ott én állítom be a dolgokat. Lehet itt állítani ellenséges egység kitérő módosítóját. XCOM ugye? Ahol minden lövésed miss. Felborító találati bónusz. Teljes borító. Buli lendület módosító. Buli.
Ez az érték százalékos módosítója annak a lendületnek, amelyet a játékos parti a minden forrásból nyer. Ja, hogy parti. Ja. Igen, NPC jellemző módosító. Ellenséges seb módosító. Ügyességi teszt nehézségi módosító. Körök száma, mielőtt egy frissebb sebből régisebb lesz. Jesus, ilyenekre oda kell majd figyelni, hogy kapsz egy sebet, abból régisebb lesz. Az komoly. Jó van. Szóval itt nagyon be lehet állítani a nehézséget, mert a merész. Ja, azt mondja, ez a nehézség nem ajánlott azoknak a játékosoknak, akik nem ismerik a Warhammer 40.000 Rogue Trader rendszerét. Ja. Szerintem mehet a merész. Mert hogy ez az alapértelmezett nehézség amúgy. Szerintem. A játékos csapatának okozott sebzés az összes módosító levonása után. Merész, srácok, merész. Az ellenségek okoznak, tehát az ellenségek teljes kárt okoznak, nem csökken az ellenségnek semmilyen statja. A párt lendülete az nincsenek méretezve. Hát ez nem tudjuk mit jelent. De gondolom a parti valami nincs a partival. A parti tagok minimális kára 0 vagy 10%. Az összes módosító alkalmazása után. Gondolom én, az azt jelenti. Jó van, jó lesz ez, srácok. Merész. A normál volt az alap? Jó, akkor normálba játszunk. Engem nem kell 8-szor győzködni. Van itt 3 karakterünk. Hekata, Darius és Bahador. Köszi szépen, Tony, az 5 hónapos támogatásodat. Run and Gun, azt tetszik, Run and Gun képesség. Ellenség elemzése és Bahador. De hát, srácok, egyértelmű, hogy egyedi karakter kell. Ez amúgy olyan fordítás, srácok, ez olyan gépi fordítás, hogy számítógépen történt, Google Translate lett használva. Azt hiszem. Szóval ez nem AI-os fordítás. Készítsd el a saját Rogue Traderedet. A lehetőségek végtelenek. Sokféle képesség és készség közül lehet választani. Harci készség, szociális készség, technikai készség. Jó. Kiválaszthatjuk a karakterünk archetípusát, minden archetípus útja egyedi lehetőségeket és kívásokat kínál. Jó. Ez csak a portrénk lesz, srácok, ez szerintem majd később fogjuk megválasztani, amikor már megvan a karakterünk, jó? Na, az vagyok én ott jobb oldalt. Hát... Ja, rá lehet zoomolni. Na, én csávó akarok lenni. Tehát Body Type 2. Na, várjátok már ezt a tetoválást, ezt tüntessük már, vagy mi az hag. Ja, nem lehet. Vagy az egyes az, hogy nincs. Jó. Ó, basszus. Igen, az 5-ös az nagyon a 7-es az szimpatikus. Jó, a 7-es lesz a nyerő.
Vékony, vastag, átlagos. Hát az átlagos. Jó, jó, ez a bőrszín is nagyon jó lesz. Azt nézzétek, na hát ez nem semmi. Nehéz dönteni, srácok, ebből a sok stílusból. Jó. Jó. Ilyen vastag szemöldök. Egyezzen a szín. Nagyon jó. Ki mit gondol a Day Before előre látott kipukkanásáról? Hát az, hogy van pofája a kiadónak kiadni a játékot ilyen állapotban. Fú, nagyon sok szakál van. De pont az előbb még így a diablózás alatt domáltunk pár szót róla. Na ez! Azért vannak itt szakállak, srácok. Vannak itt komoly szakállak. Na jó, szerintem ő lesz a nyerő. Eddig Son Goku? Ja, van itt több szín is? Ja. Aha. Jó van, jó ez így. Ja, látom. Na, srácok. Olyan tetkóink lesznek, hogy csak na. Nagyon jó. Ennyi van. Jó. Augmentáció. Hú, az komoly. Na az mennyire epikus már. Ja, amúgy én nem nagyon vágom a Warhammer-es világot, annyi rémlik, hogy volt az Epiken egy nagyon királynak ható Warhammer-es game. És hogy ez egy olyan világ, amiben majd bele kell vessem magam. Amúgy a Mechanicus volt a neve. Azzal nyomtam. Oda néz. Micsoda orra lehet. Hát amúgy... Van amúgy kopasz? Na. Lehet, hogy így kéne nyomni. Srácok amúgy. Hú.
Most biztos, hogy nem fogok belevágni a Warhammerbe, már mint hogy így megszeretni jobban. Na így. For the glory of the dynasty. Look upon the Emperor's faithful and tremble. I don't need luck. I have strategy. Through chaos, I stride. Az eretnek férfi szimpatikus. Behold the wrath of madness. Curiosity sings in my veins. The destination is known. Applaud my brilliance. A Mad Mail is tetszik amúgy. Let chaos paint the stars red. De mi az eretnek férfivel leszünk. Férfival leszünk, és gyorsan állítunk egy portrét magunknak. Ez jó lesz, nem? Hogy lehet egyedit csinálni? Mi? Egyedi portré? Ja. Módosítsa a képeket a mappában. Ez mi? Itt mit csinálna? Várjatok. Ja. Ja, értem. Szóval, hogy amúgy ezt csinálja, hogy így... Így itt megnyitja ezeket, és akkor, hogyha ezt módosítod, akkor saját portréd lehet a játékban. Amúgy ez mennyire zsír már. Na, szerintem amúgy én ő leszek? Jó, kövi. Fú. Melyik világból származunk? Van a halál világa. A halál világain a növények, állatok, sőt néha még a környezet is agresszív és pusztító formát ölt, ami ellenséges az emberi élettel. Noha rendkívül nehéz kolonizálni, sok halálvilág rendelkezik olyan értékes erőforrásokkal, amelyek betakarításához előörsre vagy más emberi jelenlétre van szüksége a bolygó felszínén. Ezek a zord környezetek a galaxis legszívósabb és legellenállóbb populációit eredményezik. Azok, akiket megvizsgáltak és megállapították, hogy fiatalon akarnak meghalni. Brutális vadász, megbízható fegyverek, sebesült állat, a hegek élettartama és kitartás, ilyen tehetségeink vannak. A zene amúgy nagyon ott van. Voidborn. Az üres születésű emberek egy üres hajó gyomrában, mármint hogy ez Voidra gondolnak, az üres alatt, hát így már nem kéne. Vagy egy ősi orbitális műhold fedélzetén születtek. Azok, akik életüket űrhajókon élték le, bizonyos mértékig be vannak fertőzve a vetemetés, utazás, valóságot megváltoztató folyamata és az alacsony vagy nulla gravitációs környezetbe való élet miatt. Sok esetben arcvonásaik megrajzottak, bőrük sápadt. Még kisebb deformitásaik is lehetnek, vagy olyan furcsa beszédük, járásuk, vagy általános megjelenésük, amely megkülönbözteti őket másoktól. Én egy kicsit deformált vagyok, nem? Jellemzőnk a szerencse. Ja, ott meg a túlélési ösztön. Na, véres rendetlenség, fertőző szerencse, vészvadár, csak egy hús seb, és légy okos. Aztán, kaptárvilág. A kaptárvilág népessége olyan sűrű, hogy a világ felszínének nagy területeit gyakran borítják hatalmas városok, melyeket a légkört áthatoló tornyos tornyok díszítenek. A kedvenceim a tornyos tornyok, illetve a vizes vizek, valamint a puszta puszták. A kaptárvilágok létfontosságúak a birodalom jóléte szempontjából, és a gazdaság és a hadigépezet dobogó szívét jelentik. Hatalmas manufaktúrákban lőszert gyártanak a császár seregeinek, értékes ásványokat bányásznak és üzemanyagot finomítanak a birodalmi haditengerészet számára. Az Astra Militarum számtalan ezrede is felemelkedik hatalmas populációjából. Erő a számokban.
aztán elftárs, erőfölény, segítőkéz, fegyver személyre szabás, újrakezdés, Forge World, és még van kettő másik ezen kívül, szóval hat világ van. A kovácsvilágok az Adeptus mechanikus területei. Egész bolygók átengedik a hatalmas makroipar igényeit, és mindegyik elképzelhetetlen kapacitású és teljesítményű gyártás és szuperkomplexum. Az évezredek során a különböző kovácsvilágok különösen híressé váltak filozófáikról, vagy háborús módjaikról. Ezeket gyakran színesítik a gyártásra szakosodott technológiák. A kovácsoltó világ lakosságának nagy részét munkaerőként használják fel, míg a szerencsésebbek közül néhányat magába az Adeptus mechanikus soraiba iktatnak be. A fegyverek csúcsa, a kovács tüzei, a kovács acél, a forcs kitartása, számított kapcsolatok. Na nézzük! A birodalmi világ már rögtön az emberiség legjobbja. A birodalmi világ az egyik millió bolygó közül, amelyeket a hallatatlan Isten császárba vetett hit egyesít. A hipertechnológiai társadalmaktól a koszos feudális lakosságig tartó világok lakói hűséget és odaadást kínálnak az emberiség mestere és a szolgái által képviselt birodalmi hitvallás iránt. A kijelölés birodalmi világ teljesen eltérő világok széles skáláját öleli fel, amelyek ennek ellenére a birodalom részét képzik. Aha. Tánalásra kész, jobb meghalni a császárért, a részem elvégzése, nem ismert eretnekség, erősebben együtt. És végül az erőd világa. Az erődvilágok bolygók, ahol az egész lakosság elmerül a hadviselésben. Folyamatosan edzenek arra napra, hogy felkérjék őket a birodalom védelmére. Ezt a vádat ünnepélyesen fenntartják. Az erődvilágok védőbástyához szolgálnak az ellenség ellen. Minden polgár katona, akit attól a pillanattól kezdve képeznek ki a harc, hogy képes kezelni a fegyvert. Soha ne hagyja abba a fényképezést. Ugye a shooting. Híres katonák, akik soha nem adják abba a fényképezést. Ezt tetszik. Harc addict, acéleső, ismerős visszarúgás, tartalék magazin és soha ne hagyd abba a hitet. Jó, amúgy mehet az erőd világa, nekem amúgy ez tetszik. Én így képzelem el a karakterem, az erőd világa szülötteként. Hoho, hoho! Aztán van originünk. Tehát ugye a szülőbolygónkat megállapítottuk, most már csak az origin kell. És akkor itt lehet választani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 origin közül. Lehetek az Astra Militarium parancsnoka, lehetek népbiztos. Crime Lord, Ministerium Pap, haditengerészeti tiszt, nemes, vagy szankcionált Psyker. Nézzük. A pszichológusokat féltik, és mármint a Psykereket. És nem bíznak bennük, de ennek ellenére értékes eszközei a birodalomnak. Az Adeptus Astra telepatika szerepe az, hogy toborozza, azonosítsa és osztályozza azokat, akikről kiderül, hogy rendelkeznek pszichés képességgel. A legerősebbeket, akik valamilyen módon túlélik, a szigorú szankcionálisi szertartásokat kiválasztják, hogy a csatatéren szolgáljanak. A szankcionált pszichiáter elméje megvan acélozva a sokféle veszély ellen, amelyet az elvetemült hatalmak birtokosai fenyegetnek. Egyike voltál azoknak, akiket érdemesnek találtak az emberiség szolgálatára, és csodával határos módon túlélted a vetemedés veszélyeit.
A Psyker képessége károsítása a fegyveres támadásnak számít, beleszámítva a norm... Jó, oké, ezek meg csak ilyen plusz infók. Pirománia, jövőbelátás, biomancia, szentséges erők... Nemes. A birodalom főnemesség egy rendkívül kíváncságos és hatalmas elit, amely eltekint az általuk uralkodó tömegektől. Nőttél a jólét és a nagyszerűség talpazatán, amely magasan a közönséges tömegek fölé magasodott. Elvártad engedelmességüket, és munkájuk gyümölcsével éltél, amelyet ünnepélyes hűséggel átadtál a családodnak. Micsoda nemes szet egyébként. Amúgy ez a Psyker, ez szimpatikus egyébként. Na nézzük. Haditengerészeti tiszt. A birodalmi haditengerészet felelős az űrhajók flottájáért, amelyek a birodalom uralmát érvényesítik a csillagok között, és teljesítenek más az üres járatokkal és a vetemedésekkel kapcsolatos feladatokat. Jó kis vetemedés. A vetemedés vajon mire utalhat egyébként? Korábban haditengerészet voltál, mármint gondolom haditengerészeti tiszt voltál, és egy vojtság parancsnoka, számos csatában megedződött és hangos győzelmeiről híres. Aha. Ez szimpatikus kezdet a karakteremnek. Ez jó origin-nek tűnik. Ne haragudjatok, de ez a magyar fordítás rettenetes, egyszerűen van, amit nem lehet, nem szabad lefordítani. Hát attól, hogy valami szar, attól még nem jelenti azt, hogy nem lehet jó. Tehát, hogy szerintem lehet egy jó Warhammer-es magyarítást csinálni. Az a más kérdés, hogy ez Google fordítós. Hát, hogy ez... Én mondtam nektek, hogy ez erre készüljetek, hogy ez olyan. Corruption, rontás, a káosz fertőzése. Ja. Pap. Minisztórum pap. Az Ecclesiarchy hivatalos nevén az Adeptus Ministorum, egy hatalmas intézmény, amely felügyeli a birodalom galaxisokon átívelő vallását. A bíborosok, misszionáriusok, prédikátorok és a buzgó világiak összetett hierarchiájának biztosítja az egyházközség összetett hierarchiáját, amely biztosítja az előírt imák és invokációk megtételét, miközben a tömegeket arra utasítja, hogy védekezzenek az eretnekség és a devianciák ellen. Egyike voltál azoknak a tüzes és karizmatikus egyéneknek, akik gondosan figyelték a gyülekezetedet. Ez nem illik a karakteremhez szerintem. Crime Lord. A birodalom nem kis részben látókörének szűkössége miatt fennmarad és virágzik. De egy olyan lázadó elmét és akaratot, mint amilyen a tiéd, nem lehetett olyan könnyedén megfékezni. A csempészek és a renegátok sötét ösvényei, amelyek az impérium társadalma homlokzata mögött kanyarognak, veszélyes menedéket kínálnak azoknak, akik nem hajlandók meghajolni a törvény előtt. Korábban te is egyike voltál ezeknek a veszélyes, de találékony egyéneknek. Biztos terv. Bűnvezér. Gyilkos terv. Menekülési terv. Készenléti terv. Na, van itt népbiztos is. Az officio prefectus komisszárai könyörtelen tiszták. Az a feladatuk, hogy fenntartsák az Astra Militarium ezredük moráját, fegyelmét és harci szellemét. Korábban az Isten császár egyik hűséges szolgája voltál, aki a birodalmi tekintély élő szimbóluma, akit alárendeltjeik félelemmel és áhítattal vegyesen tekintenek. Na ez is amúgy. Ez is mekkora jó már.
Mutasd meg nekik a megvetést. Na ez. Na és akkor van még itt az utolsó. Az Astra Militarium közismert nevén a Birodalmi Gárda, a birodalom elsődleges harci ereje és az első védelmi vonal a számtalan fenyegetés ellen, amelyek veszélyeztetik az emberiség létét a 41. évezredben. Ön szolgált az Astra Militarium ezred egyik parancsnokaként, ezreket irányított és csatákat nyert az Isten császár nevében. Ezred taktika. Nép biztos leszek, srácok. Na nézzük. Glory. Azt mondja, a ragyogás csúcsa, ön kulcs szerepet játszott az Astra Militarum felettes tisztjei közötti összeesküvés leleplezésébe, tehát plusz logika. Illustris Gloria, a neved a hűség és a vitéség szinonimája lett, arcképet pedig számos birodalmi gárda propaganda plakátját díszítettem. Kényszerítés. Illetve a nagyság bravúrja. Ön irányította a császári gárda ezredének hősies támadását, amely betörte az eretnekek által birtokolt erőt kapuját. Bontás. Mert az intelligencia. Vagy a kényszerítés, az jobban tetszik. Komisszár? Ez angolul komisszár inkább? A legsötétebb óra. Na nézzük, valamiből pedig valami statot boknunk kell. Komor előjelek. Mindazok lelke, akik egy brutális offenzíva során elpusztultak, még mindig kísértik rémálmaidat és kínozzák a lelkedet. A szégyen márka. Gyávasággal hamisan megvádolva egy megalázó bíróságon kénytelen volt elszenvedni. A gyötrelem árnyéka. Egy csoport renegált gárdisták támadtak rád egy lázadás során és félig agyonvertek. Az mehet. Komisszár, aha. Na. Archetípus. Jelenleg csak egyet lehet választani az első szintű archetípusok közül. Az archetípusok olyan fejlődési utak, amelyeket a karaktereid követnek. Minden egyes archetípus a készségek és a szakértelem egyedi készletét foglalja magába, és egy speciális harci specializációt képvisel a front harcostól a nélkülözhetetlen vezetőig, aki inkább hátulról irányít. Válasz ki szeretne lenni a Warhammer komor sötét órájában. Sötét jövőjében. Tiszt harcos, működő. Azt mondja, hogy harcos, katona. Mert amúgy a tiszt. Officer a működő? Intelligencia, észlelés. Kihasználja az ellenség gyengeségeit. Senki se tud ellenállni egy tiszt támadásának. A tiszt javítja a szövetségeseik harci képességét, még nagyobb fenyegetését éve őket a csatatéren. Aha. Lemaradtál. Miről maradtál? Miről maradtatok le, srácok? Kivételes, büszkélkedő harcos, közelharc. Abban is kiváló, hogy felhívják az ellenség figyelmét a kevésbé védett szövetségesekről. Katona, na nézzük. A katona mindennek a mestere,
Fegyverek gyors előnyös helyzetbe kerülhet, onnan készen áll arra, hogy tüzet csapjon az ellenfélre. Noha egy katona jól képzett a fegyverek rendkívül változatos skálájában, a katona különösen jártas a célpontok robbantásában. Nekem rossz most a szerver. Diadal, maradtam le. Ó. Goestin Sons, te most Google fordítóval próbálsz kommunikálni velünk? Ja, értem. Szóval lemaradtál a diadal választásról. Ja, értem. Azt hittem, hogy felvetted te is itt ezt a nyelvezetet, amit a játék is használ. Amúgy nekem tetszik a tiszt is, meg tetszik ez az officer is. Hát, nem is tudom. Fejvadász. Élcsapat orgyilkos. Példakép. Na, mehet a tiszt, mert a tisztben lehetek taktikus mester és nagy stratégia is. Ó, mondjuk jobban tetszik a működő, aki az officer, mert ott van orgyilkos. Fejvadász meg nagy stratéga is. Jó. Ez akkor officer lesz, srácok. Na, ez nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, srácok. Tehát, officer. Intelligencia észlelés. Az nem tudom mi az, hogy ki használ. Na, szóval... Tessék, egy kis észlelés, meg egy kis intelligencia. A tudatosság. Aha. Tech use. Logika. Fegyverkészség, azon van plusz 5. Ja, értelek, Goestin Sons. Meggyőzés, kényszerítés, a 60. Na, mehet a közösség. Na, nézzük csak. Fegyverkészség, a VS. Tükrözi a karakter kompetenciáját a közelarc minden formájában. Növeli az elárítást, csökkenti az ellenséges párit, növeli a pontszerzés esélyét a kritikus sebzés közelarcban. Aha. A BS pedig. Karakter pontossága minden formájában a terjedt fegyverekre. Ez mit jelentett az, hogy terjedt fegyverek? Ja, hogy a távolsági fegyverek, aha. Tehát a BS az a távolsági fegyverekre vonatkozik. A magas ballisztikai készségét az jelzi, hogy egy karakter holt szemű, akitől... Mármint, hogy Dead Eye, ugye? Akitől félni kell egy fegyverkezésbe vagy összecsapásba. Jó. Erő. Az erő, az STR azt mutatja, hogy egy karakter mennyire erős. Közelharci fegyverekkel milyen kárt tudunk okozni. Jó. Eddig jól haladok a játékkal, köszi, köszi. Hát ez ilyen, meg kell tervezni a karaktert. Szívosság, toughness. Egy karakter, az a toughness meghatározza, hogy egy karakter milyen könnyen tud vállat volni a sérülésnek. Vagy hogy milyen könnyen tud ellenállni a mérgező anyagoknak, vagy a környezetnek, vagy a betegségnek. Növeli az esélyét, hogy ellenálljon negatív fizikai hatásoknak. Jó. Agilitás. Karakter gyorsasága, reflexe és egyensúlyára lesz hatással. A magas agility lehetővé teszi a karakternek, hogy finoman kezeljen kényes robbanóanyagokat, vagy megőrizze a lábát, amikor alattomos terepen halad át.
javítja a kezdeményezést, illetve a kitérést, amikor véletlen reakció van. Amikor történik valami esemény, gondolom. Az észlelés balliszta fontos lehet távolsági puff-puff használatában. Tehát, hogy akkor erre majd tenni kell. Majd meglátjuk. Aztán van egy olyanunk, hogy int, mint intelligencia, a karakter éles látásának és észérvének és tudásának mérése. Aztán van perception, azaz az észlelés. Azt írja le, hogy egy karakter mennyire érzékeli a környezetét, a jó észlelő képességű karakterek képesek kiemelni egy eltévedt csavarburkot a kaptár mindennapos mocsara között, vagy akár meg is tudjátok mondani, ha valaki megtévesztő. Ez is érinti a tudatos készség és... Igen, mi? Aha, hát biztos. Akaraterő. Az akaraterő arra teszi képest a karakter, tehát arra teszi képest, hogy ellenálljon a korrupciónak. A nagy akaraterő lehetővé teszi, hogy a karakterek számára, hogy kontroll gyakoroljanak a tömegek felett, vagy kihallgassanak egy eretneket. És a negatív lelki hatásokkal szemben is nő az ellenállás. Oho. Na nézzük, fellowship, azaz a közösség. Egy karaktert jelöl, hogy interakcióba lépessen más lényekkel, megtévesztheti őket, elbűvölheti őket, vagy barátkozhat velük. Ez jó. A magas fellowship segít a karakternek megtalálni a módját, hogy megközelítse a nem társasági szolgákat, vagy könnyedén alkukat kössön áruló kereskedőkkel. Rogue traderekkel? Jó, amúgy nekem tetszenek ezek a statok így elsőre. Na, srácok! Az akaraterő is fontos lehet, mert harc nélküli helyzetmegoldást alkalmazhatsz. Én arra pakoltam. Ja nem arra pakoltam, én a közösségre pakoltam. Na. Ja, ez ennyi? Oké. Tehát akkor a void chipünk, ez lesz itt a járgányunk, lehet neki nevet adni. Én valami vicces magyar nevet szeretnék neki adni. Megváltás kérhetetlen. Na, az lesz a miénk. Egy kardosztályú fregat, egy klasszikus harci hajó kialakítás, több ezer csatában bevált és tisztességes tűzerőt és magas sebességgel rendelkezik, tekintélyes túlélés. Szitja felderít. Jó. Aha, na ez lesz a miénk. A Von Valencius zászlós hajó a Von Valencius dinasztiához tartozó leghatalmasabb vajdaság. Mi? A fregat fedélzetén lévő összes rendszer számtalan bevetésen kipróbálták és tesztelték. Fegyverei és tornyai ütős sortüzeket adnak ki pontosan. Plazma meghajtói masszívak, de megbízhatóak extrém körülmények között is. Az ászlós hajó mérete és manőverezhetőség tökéletes a kisebb, gyorsabban portyázók üldözésére és számtalan kalóz, zenó és eretnek levadászására.
Számos Rogue Trader elismerte ennek a hajónak a kivételes teljesítményét, és néhány kisebb frissítéssel az ászlós hajó továbbra is hűségesen szolgálja a Von Valancius dinasztiát. Jó. Na, itt a karakterünk. Ezek vagyunk itt most mi. Ott is van. Ja, hogy meg kell adni a nevet? Mi más? Mi ments, mint Lajos? Ja, lehet random... Lázár? Lázár. Azt tetszik. Kész. Üdvözlve mindenkinek, srácok. Egy óra 30 perc? Micsoda? Egy óra 30 perc? Our illustrious champion returns. Welcome home. Az ott én vagyok. An excellent place for contemplation. Konrad, Voigtvir. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation. Kerosz, köszi szépen az 50 teljes hónapot. Köszi szépen a tier 2-es támogatásodat, és nagyon szépen köszönöm, srácok, a swag pergetést is. Köszi szépen mindenkinek. Köszi szépen, srácok. Választás a párbeszédben. Párbeszédben vagy itt többet tudhatsz meg az aktuális eseményekről, befolyásolhatod a karaktert, akivel beszélsz, vagy akár megváltoztathatod a játék narratívájának menetét. A karaktered személyes története a párbeszéddel kapcsolatos döntéseitől függ. Az elérhető párbeszéd panelek a jobb oldalon jelennek meg. Kattints a válasz kiválasztására, és jó. Vagy nyomjuk meg a számot. Zsír. Na, szóval azt mondja nekünk Konrad, hogy kiváló hely az elmélkedéshez. A férfi, aki közeledett hozzád, az egyik alsó fedélzeten lévő hatalmas templom mélyre nézett. Innen nyílik a legjobb kilátás a katedrálisra. Elbűvölő. Nem mondanád? Kifogástalan megnyilvánulása az Isten császár fenségessége. Igen, ez egy szerepjáték. Ez egy Warhammer szerepjáték. Körökre osztott csatával, hat karakter irányítással. Ja. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Azt mondjuk neki, hogy találkoztunk már? Engedd meg, hogy bemutatkozzak. Konrad Voigtvir, a sútogás mestere, a Hör Ladyship alkalmazásában Rogue Trader. Az ön szolgálatában. Még nem volt szerencsém veled személyesen beszélni. Voigtvir lehajtja a fejét és rád összpontosítja a figyelmét. Szóval vannak itt hivatkozások, és akkor itt meg lehet nézni, hogy mi micsoda. It fills you with determination. Smoking. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Időmáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Csáncok, tessék pergetni a szövegeket Smokingnek. Szóval a kurzort fölé viheted, a kiemelt szavak fölé lehet vinni, és akkor kéri, hogy az micsoda, megjelenít tippeket, és akkor jobban meg lehet ismerni a játék világát vagy mechanikáját. És lehet görgetni is. Lehet enciklopédiát is megnyitni. És akkor leírja itt, hogy a Rogue Trader az micsoda. Amúgy ez tök király. Ez tetszik, ahogy így össze van rakva. Na. Szóval bemutatkozott Konrad.
Én meg azt mondom, az Officio Prefectus hadosztály biztosa Lázár Xanatohov. Üdvözlettel, biztos úr! Nehéz feladat volt megtalálni, tekintve szülei sorsát és nevelését. Scola Progenium. Aha. A Scola Progenium az egyházmegye osztálya, amely a birodalom szolgáltában elhunyt tisztek és nemesek árváinak nevelésért, oktatásáért és képzésért felelős. Ó. Valóban a találkozásunk a gondviselés aktusa, nem? Voigtvir halványan elmosolyodik, de nem biztos, hogy rád szól. Őszinte leszek veled. Elfelejtetted korábbi címeidet, függetlenül attól, hogy kitől kaptad, vagy hogy honnan származol. Attól a pillanattól kezdve, hogy önt és mást és a másik jelöltet felvitték erre az űrhajóra, sorsa most megváltozott. Most Theodora von Valancius kapitány urat szolgálja, és ehhez örökösének terhét viseli. Ezentúl megosztja a dinasztia nevét Her Ladyship-ével. Her Ladyship-ével. Viselt becsülettel. Na, és akkor most lehet tőle egy csomó mindent kérdezni. És a hatossal meg tovább lehet majd venni. Hát a Warhammernek aztán van lórja, hogy is mondjam, nagyon jó a stílusa, meg nagyon jó zenék vannak a Warhammerekhez. Na nézzük, miért vagyok ezen a hajón, miért hoztak ide? Hogy teljesítesd vérbeli kötelességedet, Lázár. Bármilyen kötelezettsége is volt korábban, azok most már semmisek. A kapitány úr parancsára önt arra kérték, hogy az Isten császár által megáldott cselekedetekkel szolgálja a szélhámos kereskedőt. Látom, meg vagy döbbenve. Igen, jól érted. Lady Theodora tekintélye valóban felülmúlja azokét, akiknek korábban engedelmeskedtél. A Lord kapitány ereje akkora, hogy képes elképzelhetetlen bravúrokra, például megváltoztatni egy szolgája sorsát. Imperium az ember birodalma, a galaxisokon átívelő csillagközi emberi birodalom, amelyet az emberiség császáraként ismert élő Isten ural. Na nézzük. Mesélj nekem arról, akiknek a hajóján találtam magam. Inkább nem beszélnék a Lord kapitányról a háta mögött, különösen nem a hajója fedélzetén. Senki se tudja nála jobban, hogy a sútogás szokott különösebben, felhívni a figyelmet. Elég, ha csak annyit mondok, hogy ő lédisége a szentség hordozója, kereskedelmi egy. A szent elekje dokumentum, amely megerősíti a szélhámos kereskedő elsőbségi jogait az egész galaxisba, szóval a Rogue Trade elkséget, aha. Szóval ő lédisége a szentség hordozója, és egy hatalmas hatalommal és jogosultsággal rendelkező nő, bármilyen kiváltságos is legyen az ön helyzete, arra kérem, hogy ne keltse magára haragját, azzal, hogy tiszteletlen vagy tompa mód, tiszteletlen vagy nem tudom mi. Mert Lady Theodora mindkét tulajdonságot megveti. Csak a tej útrendszerben van a birodalom? Ó. Azt mondod, hogy én vagyok a Rogue Trader egyik örökösem, szóval van másik jelölt? Van, és hamarosan találkozni fogsz velem. Különös címed van a suttogás mestere, mik a feladataid? Egyértelműen fogalmazva, én vagyok a kémek és besúgók hálózatának vezetője, akik a von Valancius ház érdekeit szolgálják. Gyenge ráncszemeket fedezek fel, mind Lady Theodora kíséretében, mind riválisai között. Megszüntetem a sebezhetőségeinket és kihasználom a másokét. Lord kapitány, furcsa cím Lady Theodora számára.
Such are the traditions of the Imperium. Ilyenek a hagyományok az Impériumban. Lord Kapitány az a cím, amelyet az ívkönyvek állapítottak meg. A Lex Imperialis időben, amikor az első rogue traderek az Isten Császár szolgálatába léptek. Oh. Lex Imperialis, a birodalmi törvények kódexe. Jó. Feltételezem, hogy volt valami célod, amikor úgy döntöttél, hogy megkeresel. Foglalkozunk ezzel. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have. Egyébként egy nő nem lehet lord. Nem vágom. Én azt hittem, hogy csak férfiak lehetek lordok. Egy nő lady, nem? Vagy lordina? Élveztétek a tegnapi finalszözést? Na, örülök. De természetesen foglalkozhatunk azzal is. Azért jöttem, hogy meghívjam önt egy találkozóra Lady Theodorával. Azt hiszem, sok kérdése van a védő nőjéhez. És biztos vagyok benne, hogy ugyanannyi kérdése van hozzád. Mármint a Ladynak. Sajnálatos, hogy még nem volt alkalma felszólalni. Ez eddig egy fáradtságos utazás. A kapitány és Edelthard von Valancius mester a megfigyelő platformon beszélgetnek. Csatlakozzunk hozzájuk. Lord és Lordina, mint a lovag és a lovagina. Ott nincs. Ott szerintem a lovagoknál a lovagok azok lehetnek nők is. Kaptunk egy új küldetést, a vérjogánt és VSD-szetünk. Q-val meg L-vel forgathatjuk a kamerát. Na. Ja igen, ez még csak a prológus. Theodora von Valancius szélhámos kereskedő személyesen szeretne találkozni azzal a személlyel, akit nemrégiben vittek zászlós hajója fedélzetére. Vihar készülődik a dinasztia felett, így a kapitány úrnak valami fontosat kell megosztania az örökösével, ha csak alkalma nyílik rá. Murad Voigtvir, a von Valancius dinasztiát szolgáló sutogásmesterek kedvesen felajánlotta, hogy elkíséri Theodora Lord kapitány dinasztia örökösét. World trembles beneath my feet. Aztán. Interaktív objektumok. A játék egyes tárgyaival különleges módon lehet kölcsönhatásokba lépni. Konkrét ikonokkal vannak megjelölve. Egyes ikonok lehetővé teszik az objektumok tanulmányozását, mások átviszik a karaktert a szomszédos helyre, vagy kis eseményt indítanak el. Ezek az ikonok akkor válnak láthatóvá, a karakter elég közel áll az interaktív objektumhoz. Jó. Abban lehet highlightolni ezeket. Ez egy hatalmas konferencia asztal, nyilvánvalóan valódi fából készült. Hihetetlen értékű erőforrás egy űrhajó fedélzetén. Technomat, mérnök, technomat. Na nézzük, ez mit csinál. A Szent Melaniuszusban kellő tisztelet nélkül beleavatkoztak. Az adatfeldolgozási ciklus időtartama meg háromszorozódott. Hallottam, hogy a Szenesál nemrég még egy nyilvános öltözködést adott a magasrangú tiszteknek. Nem tudom, hogy ezóta mi volt ez, de Verserian minden csúsztatásába belekapaszkodik ürügyként, hogy füleljen valakit. The world will bow. Ott van. Arra kell menjünk. Tudunk beszélni a nemes vendéggel? Az ő akarata erősítse meg a szívemet, legyenek alázatos tetteim az emberiség javára. Meddig kell várnunk a közönségre? Hány nap telt el már?
Az egyik von Valencius trófeaterem. Talán szeretnél körülnézni a kapitány úrral a hallgatóság után? Mármint a kihallgatás után, vagy az audiencia után. Mi történik? Fuss, a felszolgálók megőrültek. Ahhoz, hogy túléld a távoli jövő komor sötétjét, mindenféle ellenséggel kell szembenézned, és meg kell küzdened az életedért. Jó. A csata elindításához a képernyő tetején levő gombra kell nyomni. Lensből értetek, a csata kezdődik. Tehát ambusoltak minket gyakorlatilag. Hibás kiszolgáló. Az komoly. Az komoly. Egy jó double kill. Közös elemzés nyomott. A játék összes csatája a fordulat alapú és egy rácson történik. A saját körükben a karakter mozoghat, támadhat és használhatja a saját képességét. Ja, szóval tudunk mozogni, illetve támadni. Itt vannak a mozgáspontok. Egy mozgáspont egy cellának felel meg a csatatéren. Az átlós mozgás költségesebb, minden második átlós cella két mozgáspontot használ. Minden forduló elején a mozgáspontok visszaállnak. Jó. Ha már elmozdultál, akkor az nem változtatható meg. Ja, látom, és akkor ott mutatja. Hát ugye most azt nem tudom, hogy ha ezt akarom használni, vagy akár ezt, akkor ezt milyen messziről lát. Mehetünk amúgy oda. Támadása és felhasználása, igen. Jó, szóval, hogy el tudjuk használni az AP-inkat, azaz a cselekvési pontjainkat. Ott mutatja jobb oldalt, hogy 4 pontunk van. Minden támadás vagy képességhez tartozik egy bizonyos AP-költség. Jó. Ez is minden kör elején visszaáll a maxra. Tehát így gyakorlatilag rá kell húzni a képességet, ahogy látom. A karakter által okozott sebzés mértéke az általuk használt fegyver paramétereitől függnek. A lövés hatékonysága a karakter és az ellenség közötti távolságtól függ. Ha egyetlen lövéssel céloz meg egy ellenséget, két területet fog látni, amelyek a fegyver hatékony és maximális tüzelését jelzik. Vannak olyan akciók, amiket csak egyszer lehet felhasználni. Jó. Szóval van egy olyan ok, hogy... A következő lövésünk, vagy közelharci támadásunk megjelöli az ellenfelet. És aki megöli az ellenfelet, az kap bónusz AP-t és MP-t is, tehát akció és mozgáspontot. Ha ezt szövetséges célpontra rakom, akkor... hát vagy mindenki, vagy amúgy csak az a szövetséges, kap plusz egy AP-t, illetve MP-t, és ezt harconként csak egyszer lehet használni.
kicsit vágos. Hát ugye a legnagyobb gondja a magyarításnak az, hogy amik ilyen hivatkozásként vannak benne a szövegben, azokat nem veszi figyelembe a fordítás, tehát úgy van a fordítás, mint az, ami színesen van ott, azt mint hogyha az nem lenne ott. Szóval azért fura a magyarítás, mert ott vannak a hivatkozások. Szevasz, Kizu, szevasztok, srácok. Jó, hát akkor nyomunk egy sima pisztolylövést. 12 cellás a sugár, 7 kötőjel 11-es kár van, illetve armor penetrationünk 15. Ott van 75%-os hatékonyság, és mutatja, hogy őt bizony nem fogjuk egy lövésből megölni. És pisztolylövést nem tudjuk még egyszer használni. Ha készen állunk, akkor meg kell nyomni a space-t. Vagy azt a gombot. Hát a miss az a hiányzik. Kapott valami közös elemzést, ami nem tudom mi lát. Exploit. Ott van 21-28-as kárt tud okozni. Ruin. Jó, betalált. Alig hiszem el, egy ilyen napon. Gyanúsan rossz időzítés egy ilyen balesethez. A felszolgálók pontosan ugyanabban a pillanatban működnek rosszul a tiszti fedélzeten, amikor a Rogue Trader összegyűlik az örököseivel. Ó, hát ez szerintem DeepL-el sokkal királyabb lesz, hogyha valaki csinál ilyet, mert hogy ott szerintem a változókat is bele tudják vinni úgy, hogy jól tudjon dolgozni egy-egy mondattal a rendszer. Anélkül, hogy levenni a szemét a padlón heverő testekről, Voigtvir eltávolítja a voksöntőt az övéből, és néhány gyors parancsot mond a készülékbe. Voksöntő egy olyan technológia, amelyet rövid távolságok közötti kommunikációra vagy hangrögzítésre használnak. Voki-tokia van. Aztán feléd fordul. Elzártam az összes átjárót a lakossági fedélzetek felső és alsó szektora között. Ha ez egy szándékos támadás, meg kell akadályozni a tetteseket abban, hogy elmozdítsák tervüket. A helyiségben senki se léphet be. Voigtvir homlokán meglágyulnak a vonalak, és hangja visszanyeri megszokott udvariasságát. Attól tartok, itt kell maradnom, Lázár. Lady Theodora biztonsága érdekében személyesen kell felügyelnem a parancsok végrehajtását. Remélem nem okoz nehézséget egyedül elérni a megfigyelő platformot. Az éppen ennek a folyosónak a végén van. A sutogásmestere szűken meghajol. Simplificato. A talpazaton levő kő kétségtelenül szilárd, de a felülete csillog, és megváltozhatja az árnyalatát, mintha valaki a sziklán belül megragadta volna a viharos tenger egy darabját. Embrace true power. You
gyap. Köszi szépen a 29 hónapost. Üdv újra étköztünk. Srácok, öregélnek a szvegek gyap-gyapnak. Na nézzük. Szóval megfigyelő platform. Ott egy tech priest. Ez egyszerűen irracionális Lady Theodora, mondja a különös ruhába öltözött férfi, feszültségtől feszes hangon. Arca, melynek felét színbőr fedi, az elégedetlenség és a hitetlenség fintorába torzul. A kereskedelmi struktúrába való beolvadás politikai és gazdasági öngyilkosság lenne, gyakorlatilag az eretnekség beismerése. A magas őszhajú nő rászegezi a tekintetét, kibernetikus szeme bíborvörösen villog. Akkor javasoljon egy alternatívát, ami kielégít engem. Leírtam a helyzetet, semmivel sem rosszabbat, mint amit Seneschal tehetett volna. Hoz egy döntést, mit fogsz csinálni az Aion 6-tal? Az Edeltraddal? Csöndbe hallgatunk, srácok. Amíg a válaszát fondolgatja, Edeltrad, szeretnék valaki mással beszélni. Talán hallok valami érdekesebbet, mint az összefüggéstelen motyogását. Theodora bólint az irányodba. Megközelíthetsz. Mi ez? Edeltrad felét fordul és felháborodva tekint rád. Ez valaki a kíséretedből, Theodora? Megengedi az emberének, hogy ilyen módon megszakítsák a beszélgetéseit? Megengedem ezt azoknak, akiknek van valami mondani valójuk. Lássuk, megértette-e. Theodora félrebillenti a fejét, ajka hideg mosolyra húzódik. Ez Lázár, a második jelölt az utódom címére. A Rogue Trader uralkodó ragadozó és nyomasztó pillantással tekint rád. Lépjen elő, Lázár! Na, vannak ilyen skill check-ek. A karaktered képességei tükrözik tudásukat és képességeiket. Egyes párbeszédek automatikusan passzívá válnak készségtesztek. Uh-huh. Szóval van ilyen teszt, akkor új információ jelenik meg, vagy egy rejtett párbeszéd ablak nyílik meg. Ha a karaktered szövetségesekkel utazik, akkor minden egyes passzív képességtesztre a legmagasabb pontszámot elér csapattak kerül kiválasztásra. Ja, hát most ugye egyedül vagyunk, úgyhogy ilyen skill checknél csak a jelenlegi karakterem vesz részt. Itt szoktunk olyat, Baldur's Gate 3 vagy jó, akkor most mentés. Na nézzük! Tekintsük ezt a hipotetikus helyzetet. Aion 6. Egy új világ, a Kronos Expanse peremén. Magas szeizmikus aktivitás, rendszeres magma kitörések, metamorf kőzetlerakódások, nagyszabású bányászat kilátásai. A világot benszülöttek népesítik be, akik imádnak néhány eretnek alvilági szellemet, amelyek megvédik azokat, akik áldozatot ajánlanak fel nekik. Csodálatos repülések, mondhatni. Az érc kitermelők telepítésére tett kísérletek azonban másodszorra is kudarcot vallottak. A bolygó felszínére küldött bányász csapatok egyszerűen eltűntek egyik napról a másikra. A kérdésem az, hogy mit kezdenél ezzel a mérgezett kincsel? Aha. De ilyenek ezek a CRPG-k is, hogy itt aztán
itt aztán sokat tudsz olvasni, és hát igazából mint CRPG te lehetsz hatással a történetre, szóval ez ilyen interaktív könyv némi csatározással gyakorlatilag. Szóval vannak módok annak megerősítésére, hogy az Aion 60 történt-e boszorkányság vagy sem. Lehet, hogy ezekhez kellenek azok a pszichók is. Theodora elmosolyodik. Alapos, de elbizakodott. Nagyon sokba telt, mire megtaláltam egy Psykert, aki sok éven át jól szolgálhatna, mégis többről beszélsz. Edelt rád egy kígyó melegével néz rád. A szankcionált Psykerek ritka és értékes eszközei az aranytrónnak. Vagy te, Lázár, azt javaslod, hogy használjuk az eretneket? Akik sértik az Isten császárt? Meglehetősen figyelmetlenség lenne tőled, ha ilyen trágár szavakat mondanál hűséges szolgáink jelenlétében. Van egy olyan opció, fogd be a szád Edelt rád, mielőtt úgy döntök, hogy befogom helyetted. A hangnemedet a legelveltemültebbnek találom, Edelt rád. Szívesen... Szóval, hogy azt javasolja a karakterünk, hogy változtassa meg a megszólítás módját, különben meg fogja bánni a következményeket. Egy egyszerű kérdésre egyenes választ adtam, ami, ha jól értem, még mindig több volt annál, mint amennyit amit te tettél Edelt rád. Na, ez akkor mehet. Simán életképes válasz az a negyedik. Tisztelettel kell lennünk. Opa, ott valamit elszkipeltünk. Edelt rád arcáról kiszivárog a szín, ami tovább torzítja arconásait. Imasz! Tudatlan, felkapott, hogy mersz? Edelt rád. Theodora hangja elhallgattatja. Azt hiszem, megbízást adtam neked ezen a hajón. Akkor magyarázd meg nekem, hogy az én rangidős gyülekezetem miért kóborol még mindig a tisztek fedélzetén, ahelyett, hogy a középső fedélzetre menne, hogy megkezdje a hatáskörébe tartozó rekeszek ellenőrzését. Elnézést kérem, Lady Theodora. A jelenléted olyan mély hatással van rám, hogy elfelejtettem az időt. Edelt rád szertartásosan meghajol és elmegy anélkül, hogy még egy pillantást is... pillantást is szánna rád. Theodora tekintete követi őt, ahogy távozik. Aztán felét fordul. Így, Lázár, miért vagy itt? Még nem tudom, remélem, hogy ezt tisztázod. Theodora fanyarul mosolyog. Világosság, luxus, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. Megvan az oka annak, hogy nem felejtettem ki a korábban feltett kérdésem minden részletét. A határokon túl az Impérium ritkán ad lehetőséget arra, hogy bőségesen élvezze az információkat. Ez azonban egy ilyen lehetőség. A nevem Theodora von Valentius Massimo Afscarus. Rogue Trader vagyok az Isten császár szolgálatában. Az emberiség és a jogaim és szabadságaim egyik legszentebb erekéje igazolja a kereskedelmi egy, amit éppen ezen a hajón tartok. Az enyém az a megtiszteltetés, hogy bemerészkedhetek a birodalmon túli sötétségbe, és hordozhatom az emberiség fényét, ahol gonosz és eretnek hatalmak uralkodnak, és halált és pusztulást ígérnek mindannyiunknak.
Most az jutott eszembe a fordítása, hogy az egyik online foci menedzser játékban a francia válogatott elnökkel kiírt a franciáról, hogy a VB, WC World Cup, utána új szövetségi kapitányt keresnek, utána Google fordítóval angolul, hogy after the toilet we need a new manager for a team. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Tehát a WC után szükség van egy új menedzserre. Ez tetszik, pocom. Egyedül az én döntésem, hogy meghatározzam annak sorsát, amit a feltárt űrt határain túlra túl találok. Minden világ, amit felfedezek, és minden, amit ott találok, erőforrások, emberek, gazdagság és rejtélyek, joggal az enyém. Életek millióit irányítom, számos bolygó felett uralkodok, és olyan vagyonok birtokába vagyok, amelyekről egyetlen bolygókormányzó vagy parancsnok sem álmodhatna, és te Lázár egyike vagy azoknak, akiknek ereiben von Valencius vér folyik, és jogos igényt tarthat erre az örökségre, ha eljön az óra. Hát én kész vagyok felvállalni ezt a szent célt. Ó, igen? Az lennél? A kérdés az, hogy készen állok-e arra, hogy téged válasszalak-e a többiek közül. Órákkal a varpugrás előtt érkeztél a fedélzetre, és még semmilyen tekintetben nem tüntetted ki magad. A dolgok jelenlegi járása szerint kétségeim vannak a felől, hogy alkalmas lennél a Rogue Trader szerepére. A vérjük önmagában nem elég ahhoz, hogy kiérdemeld azt a magas megtiszteltetést, hogy a kereskedelmi varanti birtokosa legyél. Mindazonáltal képességei és tehetségesei még hasznosnak bizonyulhatnak. Ha nem a kapitány úr szerepére, akkor a legközelebbi szövetségesünk szerepére. Teodóra felsőhajt, és egy pillanatra elgondolkodva néz félre. Sajnos még ezek a felelősségek is néha túl nagy kihívást jelentenek azok számára, akik osztoznak a vérében. Urád Vaik vér sok éven át szolgált engem, mielőtt elkövette a hibáját. Szóval, vannak más örökösök? Természetesen, néhányan még nem érkeztek meg a fedélzetre, de volt szerencsé találkozni velük. Előfordult, hogy Edelrád némileg megzavarta az esetlegesen a vállára háruló felelősség mértékét, mindazonáltal jó érzéseim vannak velem, mint jelölttel kapcsolatban. Ó, szóval, hogy ő az egyik. Ha elégedett Edeltráddal, akkor mi értelme van ennek a beszélgetésnek? Miért pazarolja rám az idejét? Teodora megrázza a fejét. Türelmetlenség. Inkább a türelmetlen embereket szeretem. Nem olyan gyorsan... Nem törődnek bele olyan gyorsan a körülményekbe, és szívesebben mutatnak kezdeményezést. Még ha Edeltrádot választom is utódomnak, akkor is szükségem lesz hűséges tanácsadókra. A korábbi életed során megszerzett készségek és ismeretek felbecsülhetetlen értékűek lehetnek itt a Koronuszban. Egyszerűen komisszár volt a birodalmi gárdában, egy politikai tiszt, aki nem félt szembenézni saját halálával, vagy elküldeni az alattvalóit elszántság, hit, engesztelhetetlenség, mindez egyedi perspektívát ad az embereknek, ha olyan helyzetbe kerülnek, amikor egy kevésbé állatatos egyén meginokhat. Bízom bennem, a jövője rengeteg olyan helyzetet tartogat, ahol a kötelességei vagy a háza érdekei iránti elkötelezettség az egyik erőssége lesz. Ráadásul Teodora halkan felkoncog, még a családi név megváltoztatása se szabadít meg a korábban szerzett hírnévtől. Remélem ez is segít abban, hogy dicsőséget szerezzen a von Valencius dinasztiának, amelyhez most tartozik. Jól hallottam? A suttogásmestere kapcsolatban előnnel? Az ő rokonsága hozzám a legtávolabbi, akár csak a tiéd. Ennek ellenére viseli a von Valencius nevet, még ha kerül is a nyilvános használatát. És mint ilyen, szigorúan véve örökösömnek tekintető. Ez az ajtó azonban zárva van előtte. Voigtvir teljesítménye jelenlegi szerepében kielégítő. Vagy legalábbis régen az volt.
Kösz a felvilágosítást, felteltem most már a kérdéseim? A hang Teodóra öltözékére ragasztva hirtelen életre kell, de csak értetetlen zajt hallasz. Teodóra összerezzent, lekapcsolja a sebességváltót, és a parancsolóan bólint. Van egy kis időm, mielőtt a navigátor jelet ad, hogy kezdeményezze a Voidság fordítását. Mit is mondtak a vetemedésre? Az a korrupció? Aha. Szóval, hogy hamarosan szüksége lesz rá a hídon. Warp. Oké. A tiszta energia és az őrület egy alternatív dimenziója, amely a valós tér tükreként létezik. Más néven Immaterium, Empyrean, Aether, The Sea of Souls, vagy Warp Space. Szóval... Kegyelmes kapitány, biztos van mód arra, hogy méltó örökösnek bizonyítsam magam. Kezdheted azzal, hogy nem teszel fel ilyen jellegű kérdéseket, nincs szükségem szajkókra. A következtetéseket akkor vonom le, amikor lehetőség nyílik a bizonyításra. Hogy mikor kapja meg ezt a lehetőséget, az csak az Isten császár tudja. Mik a jelenlegi feladataim? Figyelj és tanulj! Időbe fog telni, amíg megtalálod az irányt ezen a hajón az új pozíciódban. Végül találok egy hozzád illő bejegyzést, mint Edeltrad esetében, mármint egy ilyen titulust vagy munkát. Amíg ez az idő el nem jön, tekintse magát a segédemnek. Merre tart a hajó? A Raikad System a Rogue Trader Winterscare területe, egyik társam és riválisom. Csak 3 Rogue Trader létezik az országba, és mindegyik az enyémhez hasonló erőforrásokkal rendelkezik. Talán egy nap segíteni fog a Von Valencius háznak abban, hogy mindkettejüket felülmúlja a gazdaságában és pompájában. Igény szerint határoztam meg a Raikard irányt. Teodóra grimaszol. Szigorú pillantást ved rád, majd vállat von. Nagyon konkrét okból. Talán még tájékoztatlak titeket ennek az utazásnak a céljáról, de most nincs itt az ideje. A tisztek fedélzetén incidens történt, néhány felszolgáló megvadult és megtámadta a legénységet. Így van? Lehet, hogy a technomatok gondolatlanok voltak a karbantartás során, vagy lehet, hogy a Geller mező ellenére is trükköznek velünk. Vagy talán van valami abban a történetben, hogy a hajót mégis megszállták. Teodóra közömbösen felnevet. Az őszhajó tiszt óvatosan rosszaló pillantást vesz a Rogue Traderre. Lady Teodora, az Isten császár szerelmére. Biztosan nem elszándékában elkezdeni ismételgetni a tétlen pletykákat, amelyeket a tanulatlan Rifaf terjeszt. Elég, Abelard. Szórakoztat az ilyen hallomás. Idira, Mohon elmeséli nekem mindazt, amit láthatatlan tanácsadói sutogásából megtud. Majd hozzád fordul. Ez a hajó több ezer éves, van benne elég rejtett zug, hibásan működik. Kogitátor. Bármilyen típusú digitális számítógép az ember birodalmában. Szóval van benne elég rejtett zug, hibásan működő kogitátorok és a használaton kívüli regeszek, hogy a tudatlan emberek a válaszfalakban lakó kísértetekről beszéljenek és összeesküvőket szóljanak azok ellen, akik még élnek. Navigátor? Fordítás? Mik ezek a dolgok, amikről beszélsz? Teodóra megrázza a fejét. Néha elfelejtem, hogy azok az emberek, akiknek nincs közvetlen hozzáférésük egy hajóhídhoz, nem biztos, hogy először tudják, hogyan közlekedik egy űrhajó a csillagok között. Az olyan hajók, mint ez, képesek elhagyni a valós teret és behatolni a láncba. A kegyetlen és elképzelhetetlen erők túlvilági dimenziójában, a Geller mező oltalmába belépve lerövidítjük az úti célunkhoz vezető utat. Ehelyett hetek alatt, néha napok vagy akár órák alatt átszeljük azokat a távolságokat, amelyek több száz évet igényelnének.
így terjedt el az emberiség a galaxisban. Így tudtuk megépíteni a csillagok millióin átívelő birodalmat. Nincs több kérdésem. Ebben az esetben arra megyek, hogy Theodora voksa ismét felébred. Vokitokia. Amit nem tudom, hogy fordított az előbb a rendszer. Hogy lehet hívni ezt a Vokitokit? Amúgy. Ezúttal felveszi a kiabálást. A kapitány úr megdermed, hallgatja a Vokitokit, majd bólint és előrántja a fegyverét. Vox. Köszi. Zavarokat jelentettek a szomszédos fedélzeteken. Szenesel, ha szükséges, védje meg az új vért. Rád pillant. Lehetséges, hogy az esélye annak, hogy bizonyítsa értékét, hamarabb jelentkezik, mint gondolta. Azt hittem, hogy még a kameramánt is lelövik. Hát itt most jó, sokan vannak. Megint egy ambus. A fordulatok sorrendje a képernyő bal oldalán alulról felfelé jelenik meg, a legalul levő karakter megy először, majd a felette levő és így tovább. Aha, és akkor most már Theodorát tudjuk irányítani? Ja nem. El kell kezdeni a csatát. Szóval Theodora kezd, aztán Abelard, Mort, aztán az eretnekek, majd én. A Warp egy párhuzamos dimenzió, kb. Mint a Star Trekben a szubtér, a hajók képesek átlépni ide és gyorsabban utaznak a valós tér egyik pontjáról a másikra, mert máshogy telik az idő, de bővebb is az energiái manipulációjával érik el a Psykerek a mágiát, valamint ez egyben a túlvilág is, ezért lelkek tengere, az erős érzelmek is befolyásolják, életre kelnek belőle a félelmek, rémálmok, ezek a káosz teremtményei. Ó. Szóval fedezéket kell használnunk, amit itt a fordító borítónak mond. Jó. Szóval érdemes lenne fedezékbe bújni. Az ott fél fedezék, az ott teljes fedezék. Ravage and conquer. Ravage and conquer. Hát ezt kaptam. Karaktereden most landolt a kritikus sebzés, ami a karakterével megegyező megnevezett sebzést okoz. Kritikus... Aha, jó. Normál sebzés 150%-a a krit. Jesus, a borító egyenlő cover. Igen. Igen. Nagyon furák amúgy az animációk, így nagyon furán mozgatja a kamerát. De ez most nyilván azért van, mert hogy így más támad. De hogy így nagyon furán mozog a kamera. Nekem legalábbis. 38% az esély, hogy eltaláljuk, mert ő fedezék mögött van, gondolom én. I need no guidance, but blood-soaked tribute. Kaptunk pozitív hatást szövetségestől. Gondolom ez az. Öld meg őket. Plusz 50 ballistic skill a harc végéig. Amúgy a Warp és a benne való utazás volt az egyik ihlent az Event Horizon a halálhajó történetéhez. Azt nem vágom, az micsoda. Már nincsenek sokan az enemik.
Az igen. Mennyi sebzett? 200-at. Teodora nagyba van. Sci-fi horrorfilm. Na, az nekem nem volt meg. Teodora parancsoló mozdulattal int a kezével. Mort, vigyél magaddal egy csapatot és tisztítsd meg az utat a közlekedési vonalhoz. Ne hagyd, hogy egyetlen szemét életbe maradjon. A Rogue Trader felét fordítja a tekintetét. Egy szem sem rebbent, amikor az a söpredék felrobbant a fedélzetre. Nem rossz. Sok olyan tisztet láttam, aki pánikba esett a harcok láttán a felső fedélzeteken. A pozíciójuk által kínált hamis biztonságérzet sokkal sebezhetőbbé teszi őket a Zord valósággal szemben. A warp utazás. Megnézi a hangot a kezében, a voxot a kezében, csak élettelen statikus hangot hallhatsz. Mik a parancsaid? Megszakítja Teodora a szemkontaktust veled. Mort, továbbment, hogy utat engedjen nekünk. Ha hasznosan akarod tenni magad, menj utána és nézd meg, hogy az Arc Militiának szüksége van-e rád. És légy... És menj oda gyorsan. Abelard, nézd meg a legfrissebb kommunikációs jelentéseket a felső szintről. Na nézzük. Let's seize the opportunity. Szóval a tisztek fedélzetét egy ismeretlen ellenség támadja, ezért az Arc Militant Mort távozott, hogy megszabadítsa az utat a felső fedélzetekre vezető lifthez. A tiszt még nem tért vissza, így ideje kideríteni a késés okát. Aha, uh-huh. Szevasz, Ati, szevasztok, srácok. I tread a path unexplored. Na, azt nézzük, hogy merre lehet menni. Gondolom, akkor erre kell majd menjünk. Powers unseen uncover my path. Ja. Murand Voigtvir megkönnyebbülten felsohajt, amikor meglát. Hála a gondviselésnek, hogy élsz és jól vagy. Mindig időben mi, Kunrad? Abban a pillanatban, amikor befejeztük a Riffraff üldözését a fedélzeten, megjelensz. Mindig csak a harc után. Beállíthatnád vele a krónót. Kunrad rátszegezi a tekintetét az Arc Militiantról. Mort. Szedd össze magad. Az Arc Militant visszanéz rád. Mi van? A kapitány úr küldött, hogy vigyen el minket? Itt végeztünk, mindjárt beszámolok. Mort kiúzza a voxát az övből és sietve beszámol a helyzetről. Megnéztem a The Finals vodot, remélem lesz még. Na, örülök, hogy élveztétek, skacok. Nagyon, nagyon zsír volt. A suttogás mestere, mi történik a hajómon? A Voxnet hallgat, a Vox mester nem válaszol. Fegyveres támadókról mozták meg a tisztek fedélzetét, és az Arc Militiantom most még több eretneket pusztított el idefelé. Súlyos esetről van szó, Warp őrültség. A legénységem egy része elvesztette az eszét, és elfelejtette, kik ők, és kit szolgálnak. Jelentést! Még nem kaptam hírt az
Enginariumtól a Geller-mező hibáiról, de a kommunikáció már fél órája instabil volt, most pedig teljesen megszűnt. Bármi is legyen az oka, a következmények gyorsan terjednek. Elszórtan kapok jelentéseket a középső fedélzetekről, és az egyetlen Fox az alsó öblökről egy irányú eretnek halandja. Voigtmir szünetet tart. Az, hogy az őrültek már a tisztek fedélzetére jutottak, arra utal, hogy ezt a felháborodást előre megtervezték. Ezt a felháborodást? Ezt a lázadást inkább? Talán ez egy szervezett lázadás. Aha, akkor jól gondoltam. Lázadás, de ki próbálna meg zendülést tervezni a varban? Őrültek, bolondok, eretnekek. Ez a hajó több ezer embernek ad otthont. A káros gondolatok és a varp okozta téveszmék bármelyikünket beszennyezhették volna. Nehéz ezt elfogadni, de az ilyen kockázatok elkerülhetetlenek. Először is meg kell győződnünk arról, hogy a híd és a navigátor Sanctum biztonságban vannak, és megvannak az eszközök arra, hogy mindkét dolgot egyszerre megtegyem. Azt kifejezésen megváltozik, ahogy szemei vészjósolóan felvillannak. Theodora Voigtmirre néz. Edeltrád hol van? Tudnom kell, hogy sértetlen-e. Egy pszichiáter, egy hajó... Mármint, hogy... A pszichiáter az... Az mi is? Mármint, hogy tudom, hogy mit, csak hogy is kéne, hogy fogalmazzam, mert nem úgy, hogy pszichiáter, az biztos. És valami Psyker, köszi szépen. Nem ugrott, nem. Egy Psyker egy hajó fedélzeten, amelyet potenciálisan megtámad a láncvonat. Ben, köszi szépen az 57 hónapost, köszi szépen a támogatásodat. Srácok veregének a szvegek bennek. Nagyobb veszélyt jelentett önmagára és másokra, mint egy egész sereg őrült, rögtönzött fegyverekkel. Megpróbálta megtalálni a helyét, de a mozgásáról az utolsó, amit lehet tudni, hogy megérkezett a 18. átmeneti fedélzetre. Felrobbantani! Suttogómester, azonnal keresse meg Edeltrádot. Szenesár, keresd meg Tlast és a csatatestvért. Mindketten mellettem kell maradniuk. Archmilitiant, velem el kell mennem a dolgozószobámba, és úgy tűnik, eretnekekkel találkozhatunk az úton. Lázár. Theodora elgondolkodva néz rád. Ha szabad, kapitány úr. Voigtmir hangja lágy és óvatos. A 18-as átmeneti fedélzet áll a zavar középpontjában. És ha a célunk, hogy visszahozzuk Edeltrádot, szükségem lenne egy kis támogatása. Végül is nem vagyok olyan ügyes a ház ellenségeivel való közvetlen szembenézésben, mint a tisztelt Archmilitiant, és figyelembe véve Edeltrád pszichés képességeit. Vedd úgy, hogy elintéztem. Lázár, keresse meg Edeltrádot és hozza ide, bármilyen állapotba is találja. Ez a lift. A hatalmas ajtókra mutat. Zárt rekeszekhez vezet, mint például a személyes kamráimhoz és a híthoz. Ne okoz nekem csalódást, mindkettőtökre szükségem van, értetted? Hallom és engedelmeskedem, kapitány. Theodora türelmetlenül int a kezével. Akkor költöz ki. Mármint, hogy gondolom, akkor siess. Mort, gyere! Költöz ki, akkor költöz ki. Voigtmir bólint. Készen állsz a 18 évre. Hosszú a séta és nincs is megfelelő felszerelésed. Ez nem tudom, hogy lett év. Tehát, hogy a 18. platformra megyünk amúgy. Szóval, van egy javaslatom, mivel én vagyok itt a legfontosabb személy mellett elől, hogy megvédje az esetleges fenyegetésektől. Jobb lesz, hogy nem hagy cserbe, a kapitány világosá tette, hogy rátámaszkodni kockázatos. 18. platform az eljutni 18 év? Hát,
Mutasd az utat. Halványan elmosolyodik. Biztosan? Lidi Teodora megsemmisülne, ha elveszítené egyik értékes örökösét, de ez már nem releváns. Akkor valószínűleg nem csak ennyi volt a szöveg, ami ott volt. Move out, egyenlő költöz ki. Ó! Egy pukkanással és éles recsenéssel valami hasba csap, és elviselhetetlen zsigerbe vágó fájdalom emészt el. A szemétje! Különleges sorsot ígértem neked, Lázár, ideje teljesíteni. Voitvír. Voitvír megszurkált minket, srácok. Milyen kedves. Careful, careful. Be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warren. Óvatosan, óvatosan. Legyetek gyengédek a vendégünkkel. Fontos küldetést kell teljesíteni látogatásunk során. Delightful. Ja, hogy az utasítása a kereskedelmi egy. Látom, visszatértél közénk. Elragadó. Voigtvír, te kétarcú söpredék. Te vagy a káosz mögött. Milyen figyelmes, Lázár. A következő belátásban segítek. Szükségem van rád a véred miatt. Lehetőséged van önként megosztani, vagy én magam préselem ki belőled. A Warren Chamber előszobájában vagyunk. Ennek a vagyonnak a legszentebb páncétermébe. Ott a kapukon túl fekszik az erekje, amely Teodorának minden erejét megadja. A szent kereskedelmi egy. Egyetlen akadály maradt az utamban, hogy megszerezzem. A kamra kapuját a szent innen őrzi, egy ősi eszköz, amely csak a dinasztia igazi örökös előtt nyitja meg az ajtót. Arra számítottam, hogy magam csinálom meg ezt a részt, de mindegy. Felajánlod a véred a szentinálnak. Mi az, betenyésztett? Túl híg a véred a szentinálhez? Ellenkezőleg, a lánc áldása túlságosan a te fajtát fölé emelt. Von Valancius. A szentinál nem volt hajlandó elvetni magát nekem, de te segítetsz elvégre, nem merre való a család. Nyomatunk kényszerítést. Egyáltalán milyen sajnálatos, szánalmas mentséged van a hitehagyásodra, te nyavajás, nyomorult szar. Wretched. What do you know about wretchedness? Theodorus Kerr. Are you hoping to buy a grain? Valami, akár a hang nem, akár a méreg drága szavak. Egy pillanatra elriasztja Konrádot, miközben egy hideg szakember állarca alól gyűlölködő düh lobog fel. Nyomorult? Mit tudsz te a nyomorultságról? Teodor! Bitch! Azt remélhet, hogy vak hűségeddel megveheted a kényelmet? Ó, ismerem ezt a téveszmét, de hála az Isteneknek, már nincs hatalma felettem. Az emberiség elrohadhat. Én már nem szolgálom a halandóságot. Voitvét továzik egy pillanatig, majd elő állít egy furcsa fegyvert, egy nyíl nélküli pengét, amely kéken csillog a fénybe. Ha végeztem a munkámmal, arra késztetem a nagyképű Von Valanciust, hogy végignézze, amint feláldozom az egész dinasztiáját, és az istenekre bízom sorsukat. És te, Lázár, te leszel az eszköz, amellyel véghez viszem ezt az igazságos cselekedetet. Ügyességi tesztek a párbeszédekbe. Jó. A penge felvillan a félhomályban, és vércseppek jelennek meg a tenyerén. Egy rövid pillanatig émelyeg, forog a fejed, majd csendes suttogás kezdi elönteni az elmét. Egyre több forrás nélküli hang visszhangozza egymást, elfojtva a saját gondolataid, felváltva azokat egy egyedi késztetéssel. Menj! A kapuhoz. Harcoljunk a fejünkbe levő hanggal. Kifelé, nem vagyok a bábod.
A hangok a fejedben vihognak és kigúnyolják kétségbe esett kiáltásodat. Érzed, hogy ez a behatoló befolyás talpra kényszerít, és egy lépést tesz a kamra közepén kirajzolódó kapuk felé. Nem jó. Az átjáró ívében a Sentinel az előlapba épített emberi képpel. Ahogy közeledik a törzs kisé, megrándul. Ez egy szolga. Egy engedelmes automata, amelyet lobotomizált emberi lényből hoztak létre. A Sentinel felét fordítja a fejét. Egyik szemgödrébe két parásszemű iris világít. Megvizsgáljuk az eszközt. Sikerült. Pontosan megvizsgálva a kapu kialakítását, ami azonnal felkelti a szemét, az a furcsa ötvözet, amelyet a gép alkatrészének anyagaként használtak, amely közül néhány ismeretlen az ön számára. Gyanított, hogy ez valamiféle archeotek erekje lehet. Kaptunk 20 XP-t. A felszolgáló a kapuban mozogni kezd, a fém csikorgásával és nyögéseivel előrehajlik, közelebb hozzád. A alsó állkapcsa előre elnyúlt sikoltása nyílik. Sokkal szélesebb, mint egy élő ember állkapcsa. A felszolgáló szája éles fémfogakkal van tele, amelyek megcsillannak a félhomályban. A tőled jobbra lévő vidképernyő világít, a rejtélyes szimbólumsorokat jelenítve meg a zöld háttéren. Suttogás fut át tudatodon, áldozatot követelve. A hangok, amelyek megtöltötték a fejedet, miután Voikvir megsebesített a pengéjében, nem szűntek meg. Ellenkezőleg, forrásuk szoros csomóba tekeredett valahol az elméd mélyén. Megvizsgáljuk a Sentinelt. A Sentinel látványosan eltér a megszokottól, bőrborítása részszállal van összevarva, szabályos illesztések helyén fém zsanérok találhatók. Úgy tűnik, a Sentinel készítői mindent megtettek annak érdekében, hogy az egység élettartama sokkal rosszabb legyen, mint a hagyományos automatáké. Nézzünk valami fegyvert, amit fegyvernek használhatnék. Körülnézel abban a reményben, hogy találsz legalább valamit, ami fegyverként működhet. A keresés hiába való, a kamra előszobája teljesen üres, és tökéletes állapotban van. Akár egy törött panel, vagy egy kiálló betonacéldarab... Mi? Vagy egy kiálló betonacéldarab látható. Hát ugye az se látható, gondolom. Visszanézünk. Elfelejtettél valamit, Lázár? Azt javaslom, hogy siess. A Sentinel állkapcsa a kezed közé szorul, átszúrja a bőrödet és a húsodba süllyed. Néhány sötét csepp a kiszolgáló torkába hullik, mármint hogy a Sentinel torkába hullik, és azonnal a zümmögést hall, ahogy a szervomotorok beindulnak és a szivattyúk mozgásba lendülnek. Eltelik néhány hosszú perc, a Sentinel állkapcsa zárva marad, és a kezed rossz... és kezded rosszul érezni magad. Talán ha a kapunak dőlne, elkaphatná a levegőt, talán be is hújná a szemét, és úgy tehetná, mintha ebből soha semmi nem történt volna meg. Van-e már AI magyarítása a játékhoz? Nincs. Jó sok párbeszéd van? Ja. A maró humor magas szintje, az alanyfokozott stressz állapotban van. Segítségre van szükségem? Nem érted, honnan jön ez a csendes hang, recsegve, mint a statikus. Ez a Sentinel? A gondolkodó? Ez a fáradt elméd szüleménye? Bármelyik is az, minden szót tisztán hallani. Ki ez? Újra hallod a hangot, és ezután rájössz, hogy a Sentinel vállába épített két hangszóróból jön. Genetikai kód azonosítva a Valancius ház gyermeke, segítségre van szüksége? Egy elégedetlen morgást hallasz az elmédben, mintha a leselkedő entitás megérezne valamit, ami nem tetszik.
biztos elment az eszem. Request accepted. Kérés elfogadva, a védelmi protokoll kezdeményezése. Van-e magyar nyelvi opció? Nincs. Nincs. Nincs magyar alapból. Jó, még mindig van egy másik út. Mondja a Voigtvér. Nézd meg az igazolási kamrát. Ez amúgy így per pillanat ilyen izé. Google-ös magyarítás. A hatalmas kapuk megfelelnek az általuk védett dolgok fontosságának. A masszív ajtók nehéz fémből készülnek és bevehetetlenül néznek ki. Hogy magyar nálam? Hát úgy, hogy letöltöttem egy magyarítást. De ez nem ilyes magyarítás, és nem is normális magyarítás, amit fordítók csinálnak, hanem ez csak egy ilyen kis valami. Legyen tudatva, hogy akaratommal és e dokumentum igaz szavaival ezt a szemét nevezem ki, igen, hogy az emberiség mintaképe legyen, nem törik meg a csapások, blabla. Hát ilyen gyorsan ezt el se lehet olvasni. Escort the child of the house to safety. A szervókoponya csikorgása fokozatosan érthető szavakkal változik. Kísérje biztonságba a ház gyermekét. Kell egy fegyver, teljesen védtelen vagyok. Távolság az aktuális helytől a legközelebbi arzenálig. Helyzetszámítások indítása. A szervókoponya elhallgat. A relék kattognak. A második után rájössz, hogy a szervókoponya nem válaszol neked. Milyen őrültség folyik itt? Ki vagy te? Ki szólít meg? Átmeneti obnubiláció akut stresszt követően. A mobil egység... Mi? Valami. Szóval, hogy itt valami őrszem van. Tehát, hogy ő az őrszem, gondolom, itt ebbe a szobába. Te vagy a Warren Sentinel? A Sentinel a ház gyermekének személyes kísérője, és a Rogue Trader alattvalóival való kommunikáció eszköze. Mobil egység készenlétben. Fel kell vennem valakivel a kapcsolatot, inkább Theodora. A voxolás megszakadt. Beállítás indítása, kapcsolat létrehozása. A mechanikus csikorgás helyett a szervókoponya voxa Theodora von Valancius hangját vetíti ki, eltorzulva és statikusan, mégis kétségtelenül felismerhetően. Voxmester, állítsa helyre a kommunikációt a navigátor szentélyével. Megpróbálok kapcsolatba lépni a híddal. Ha valaki hall engem ezen a frekvencián, csoportosítsa át az összes rendelkezésre álló erőt és azonnal irány a felső fedélzet. Ismétlem, csoportosítsa át az összes rendelkezésre álló erőt és... Fej... A kommunikációs protokollt megsértették, a jelkísletetése nem érhető el. Nem lehet két irányú kapcsolatot létrehozni. Vezessen innen! Középső és felső fedélzeten feltételezve a biztonságos elhelyezés valószínűségét a fegyveres egységek koncentrációs területein. Annak megelőzése érdekében, hogy illetéktelen egységek megsértsék a garancia kamrát, megelőző lezárást kell kezdeményezni. A mobil egység azonnal megkezdi a beérkezett megbízás végrehajtását, miután a warrant biztonság biztosított. Jó. Igen, meg tudjuk nézni, hogy milyen feladataink vannak. Intriguing. Hát igen, ez más által is tölthető, ez a magyarítás, az megkérdés, hogy ugye eddig.
meg hogy meddig lesz kompatibilis. Master! What? Whatever are you doing in the warren chamber? Szenesád Abelard Verserian elvesztette a korábbi fényezését. A homloka izzad, a kabátja egyik ujja pedig beszakadt és átázott a vértől. Ennek ellenére, nehéz lélegzete ellenére szilárdan áll, és a tekintete követelőző, bár kissé meglepett. Lázár mester, mit csinálsz? Felméri a körülötte zajló mészárlást, a homlokát összeráncolja és kezét a fegyverére teszi. Trón, őrizzen, mi történt itt? Konrád Vaithvír áruló, amikor elváltak útjaink a tisztek fedélzetén valahogy elkábított és idehozott. What? A szenes álszeme elkerekedik. Micsoda? Bosszút akart állni Teodórán valamiért és megpróbált elérni a Valrandot, valahogy része volt ennek a tervnek. Ó, szent Isten császár! Abelard összeszorítja a homlokát, a legrövidebb pillanatig elveszettnek tűnik, de aztán gyorsan újra megtalálja az elhatározását. Üdvözlöm mindenkinek, srácok, sziasztok! Feltételezem, ő a felelős a lázadásért. És Mester Lázár, szeretném emlékeztetni, hogy a kapitány urat Lidi Teodoraként kell emlegetniem. Ez fontos volt most itt a... Ezután. Nagyon Baldur's Gate 3 érzésem van, ja, mert az is CRPG, meg ez is. Ugye? Vaithvír nyíltan bevallotta, hogy ő a lázadás mögött az ötletgazdám. Szentek vére, akkor nem csoda, hogy az eretnekek ilyen jól szervezettek. Azt hittem, az a parancs, hogy lezárja az összes átjárót a fedélzetek között. Az volt a kísérlet, hogy megakadályozza a támadók elterjedését más szintekre, de most látom az igazi okot. Az volt, hogy megakadályozzák a végrehajtókat a beavatkozásba. Legalább élsz, és most biztonságban vagy, Lázár mester. Sajnos kétlem, hogy megengedhetnék magunknak, hogy rekeszt keresünk a katasztrófa elhárítására. Abelard kritikusan megvizsgált téged. Rossz helyzetben vagy, Lázár? El tudom látni a sebeidet. Van nálam egy gyógyszerkészlet, és a trón szerelme miatt most nem alkalmas arra, hogy önvédelmi eszközök nélkül mászkáljunk a fedélzeten. Adott egy mesterlövész puskát, páncélozott body glove-ot és egy medikitet. Harc közben a karaktered elveszített. Mármint, hogy kaphatunk sebeket. A sérülések csökkentik az elhatározást, ami azért felel, hogy milyen hatékonyan és milyen hosszan tudunk a csatába részt venni. Ha egy karakter sérülés szenved, az friss sérülés lesz az első három körben. Ha letelik az első három kör, a friss sérülés régi sérülésé válik. A friss sérülés gyógyítható medikit nélkül, a régi sérülés medkittel gyógyítható. De ehhez a karakternek át kell menni egy skill checken. Használjon medikitet a sebek helyreállítására, a sérülés gyógyítására. Jó. Vegye figyelembe, hogy amikor egy karakter elveszti az összes sebét, öntudatlan lesz. Aha. Ha a harc véget ér, a parti összes tagjának sebei automatikusan feltöltődnek. Igen, itt valószínűleg az életerőről lesz szó.
A medic kiteket csak azok a karakterek használhatják, akik rendelkeznek a field medic képességgel. Oké. A Belárd meg tudja gyógyítani a karakteres sérülését, kattintsunk. Igen, és a medikit gomb, jó. Új cuccokat kaptunk, ível tudjuk megnyitni. Csepp, az mi lát? We are the spearhead of the Imperium. Új fegyverek, új páncélok. Jó. Parti tagok között válthatunk. Aha, úgy néz ki, hogy most már ketten vagyunk. A vérjogán. Fogadd el Abelard segítségét. Na, lehet egy olyanunk, hogy mesterlövész puska. És páncélozott Bandy Glove. És van még egy medkitünk is. A Belárd elégedetten bólint. Ez észrevehető javulás, Lázár. Most már felkészültünk az előttünk álló próbákra. Ja, a drop a csepp. Köszi. Jogos. Az alsó fedélzeteken hemzsegnek az erednekek, akik lázadásra buzdítják az üllötteket, de ez a legkisebb problémánk. A hajó végrehajtói összeszedik a gazembereket és elnyomják az ellenállást. A középső fedélzeteken sokkal rosszabb a helyzet, bár oda már küldtek csatárcsapatokat. A híddal és a gépánzzal minden kapcsolat megszakadt, így a szétszórottakról ellen eltekintve a voxosoktól nincs információnk, akiknél van vox. De nem ez a legrosszabb az egészben. Megáll, amikor a fény ismét felvillan. Mindezek a lökések és a remegés a legriasztóbb. Ezek annak a jelei, hogy a navigátor és a kormányos mesternek nehézségei vannak a hajónak a láncból való kifordításával a valós térben. Tehát a lánc az a warp lesz a mocsrácok. Attól tartok, hogy már elvesztetik az irányítást. El kell érnünk a navigátorok szentélyét, és kezelnünk kell a helyzetet. Ha ez sikerül, néhányan a hajó fedélzetén még túlélhetik. Hallottam Theodora egyik voxát. Lady Theodora. Melyik? Az utolsó, amit kaptam a navigátor szentélyéről szólt, és az jó régen volt. Mindenesetre reménykedjünk abban, hogy a kapitány jól és biztonságban irányítja a hajó védelmét. Addig is mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk, hogy a hajó letérjen az irányból. A birodalomért és az emberiségért. Mutasd az utat, Szenesál! A Belárd helyeslően bólint. Gyere, Lázár! A szervó koponyából hirtelen statikus hullám tör ki, és az ajon keresztül kiválted Theodora szavait. Fegyvereknek. Az Isten császár hűséges fiai és lányai, harcoljatok az eretnekség és a korrupció ellen, amely azzal fenyeget, hogy felemészti otthonunkat és minden erőddel. Pusztítsd el azokat, akik mertek. A szenes álszemmel felcsillan, és komor elszántsággal mosolyog. A kapitány úr harcba hívja a legénységet, ami azt jelenti, hogy a Vox hálózatok közvetítésre vannak beállítva, nem üzenetváltása. Pompás! Míg a Rogue Trader megfelelő elszántságot ébreszt az alattvalóiban, hogy harcoljon, te és én be fogjuk bizonyítani, hogy bennünk vetett bizalma megérdemelt. A harc azzal kezdődik, tehát a taktikai szakaszsal kezdődik, amelyek során a karakterek nem támadhatnak, vagy nem hajtatnak végre más akciót, de megpróbálhatnak előnyös pozíciókat elfoglalni. Jó. Előnyös pozíció. Hát...
Ez így jó lesz szerintem. Kétszer ki tudtunk térni. Az új tensed egy harcos. A Belárd a közelharcokra és az ellenség támadásaira specializálódott. Van egy képesség, aminek az a neve, hogy Price, gondolom én. Ezt akkor lehet használni, hogyha kettő vagy több cellára van a célponttól. Vannak ilyen csekkek is, fairy check, meg ilyen. Ez amúgy. Na várjál, a hasítás lenne a díj. Strike. Melyik lehetett? Ja, hogy ez az. Jó, megvan. Nyugodj le! Kerekek, egy. Első lény mentén 6 sejtvonal. Ajaj. Egyszerre több ellenséget érint. Jó, ez kell nekünk, srácok. Nagyon jó. Ezt a magyarítást inkább ki, hát ez nem magyarítás, ez csak inkább magyar szövegek. Magyar szavak egymás után. Jó. Na szóval, Dead Eye Shot, van egy ilyenünk. Meg van egy sima lövésünk is. Nézzük meg ezt az új képességet. 16-21. One step closer. What a satisfying demise. Ja, és van egy olyanunk is, hogy kell majd reloadolni. Amúgy lehet, hogy tudtunk volna még egyet lőni, nem figyeltem. Kidurrant a pisztoly, az a képesség. Na. Azt nem tudom, hogy a határt, hogy megfogtam. De amúgy elsétálhattunk volna ott előtte is. Az volt a terv, hogy itt támadunk egy ilyet, ha őt nem találtuk el. Hú, ott igen. Ezt ki kellett próbáljam. Friendly Fire. Van olyan is. Na nézzük csak. I will. Aha. Nem tudunk még egyet lőni. I reject the very idea. De tudunk elemezni amúgy. Purpose guides me. Ja, ráraktuk? Hát én nem tudom. Igen, szerintem kapták. Na ott van rajta ellenség elemzése, rajta van. Ő próbált volna menekülni, de szétkaptuk. Nyomok egy strike-ot, mint szóltak.
szintlépés. A csatában való érvényesülés a Kronos Expand felfedezése és a küldetés teljesítéséért kapjuk. Jó. Ha elegendő XP-t szedtünk össze, a karakter új szintre lép. Jó. Na és akkor most választhatunk, hogy... De mik közül választunk amúgy? Vagy egyáltalán választok? Ja, hogy így megyünk sorba. Logikát kérünk. Tehát itt most választhatunk egy statot, hogy mire akarunk rakni. Aztán majd lesz, fedez fel a gyengeséget, tehát most így második rankon vagyunk, és itt statot tudtunk kérni. Na, ő meg harcos, nála is statot tudunk kérni. Mulat. Szívosság. Mert az atlétika. My aspirations transcend humanity. A legyőzött ellenségeknek nincs többé szükségük korábbi holmiukra, de értékes trófeákat fedezhet fel közöttük. A trófea gyűjtő ablak jobb oldalán található tárgyak a készletedbe kerülnek, az ilyen tárgyakat a karaktereit használhatják vagy felszereletik, a baloldali tételeket rakományként becsomagolhatják és elküldik a hajóra, amelyet később különféle frakciókkal kereskedhetünk, gondolom. Las pisztoly, illetve kardok. Jó. The world will bow. Na és akkor itt van zóna térkép, ott voltunk a Varant Chamberben, és oda kell menjünk. Let's seize the opportunity. A navigátor szentélye közvetlenül az átjáró mellett található. Ő egy pszichológus lesz, azaz Psyker. Az előtted álló nő körbe-körbe csap és egyenesen rád néz, szemében túlvilági fény ragyog. És aztán belép az elvakult kalauz termeibe, és szemtanúja lesz a végső hajnal ragyogásának, a repedéseken keresztül és a sors szeszélyének lesz áldozata. Lázármester, vigyázz a fejedre! Idira, Avelard morogva leporolja magát és újra megmarkolja a fegyverét. Túl sok lenne azt kérni, hogy egyszer csak világosan fogalmazza meg jóslatait. Ez túl közel volt. A nő üblös részegnevetésben tör ki. Bocsánat, öreg! A hangok olyan hangosak, hogy magam sem hallom. Sikítanak, énekelnek. Ó, Abelard, hogy énekelnek? Lázár, ez Idira Tlasz, Theodora von Valancius úrnőjének személyes pszájkere és jósnője. Abelard fel alá néz. Idira. Nem vagyok részeg, öreg. Szenvedek a hatásaitól, a varp hatásaitól, amely átszivárog ezeken a falakon. Látom a hajó sorsát, meghalni az immaterium hullámaiban, elesni a végső hajnal égő sugarai alatt, és a zúgó lángokban egy alakot látok állni. Ki az? Nincs válasz. A tudatodba levő entitás összezsugorodik és mélyebbre mászik, karmai az elmét falaihoz kaparnak, mint a jelenlét megpróbálna elbújni az előtted álló látnok elől. Mit csinálsz itt?
A suttogások hívtak, azok, amelyeket ki tudtam venni a sikolyok és visítások közül. Akik ezt a hajót ringatják, ott ütöttek el minket, ahol fáj. Ott ütöttek meg minket, ahol igazán fáj. A navigátor nyomába mentek, ami az útmutatónk a Warpon keresztül. Más suttogások hívtak az Eginariumba, de már késő volt. Hallottam mesterfogaskerekünk kiáltását és az azt követő csendet. Jó. Mit? Nem úgy érted, hogy az Engine Sear Prime-ot? Hát amúgy én is azt akartam kérdezni, hogy nem úgy érted, hogy az Engine Sear Prime-ot? Hallott. Kétséget kizáróan, és a hangok jajgatnak. Számtalan rémámot hirdetve, minden egyes lélekkel kattanva, a több száz közül, akik most csatlakoznak a lánchoz. A navigátor szánktum sikoltása hangosabb volt, mint a többi. És jobb, ha megmentjük a navigátort, mint valami karhúzót a hűtőmodulból, vagy a szakácsot a középső fedélzetről. Néhány kattanás hallatszik a szervokoponya reléből, amely egészen ideig követte, és Theodora össze-vissza szavai egy számodra homályosan ismerős hangnak adnak helyet. Tisztek gyakorisága, mindenkinek, aki hall engem, aki fegyverrel a kezében, az azonnal gyülekezzen a tiszti fedélzeten, ismétlem, azonnal gyülekezzen a tisztek fedélzetén, és készüljön fel az ellentámadás megindítására. Az Engine Sear Prime a főgép és a legmagasabb rangú Tech Priest a hajón. Ez Edeltrád. Császár gondviselése. Hill a másik örökös is, gyorsan el kell menjünk. Ne olyan gyorsan, öreg. Ha belefulladunk a varba, Lady Theodora örökösei nem tesznek jót nekünk. Ha Edeltrád olyan, mint én, és még nem adta át elmét vagy testét a lánc varp kegyének, akkor még kibír egy kicsit nélkülünk. Abelard lángoló szitkot köp ki. Felrobbantam, igazad van. Először is foglalkozzunk el azzal, ami itt történik. Meg kell néznünk, hogy a navigátor jól van-e. Nem. Semmi sem jó vele kapcsolatban. Nem érzed, ahogy a hideg kúszik a bőrödön? A szemek téged figyelnek. A vetemedő jég már beburkolta a válaszfalakat. A csapás bekövetkezett. Ivira lefagy, aztán megcsapja az arcát, megdörzsöli az arcát és rád néz. A természetfeletti ragyogás eltűnik a szeméből és mosoly terül szét az ajkán. De nem fogunk csak itt állni és elvinni, ugye? A dolgok állása azt sugallja, hogy van a közelben egy navigátor, talán olyan, aki rokkant, vagy a halál ajtajában áll, de még mindig rugdos. És mivel a bőrünk még mindig nem hámlott le az arcunkról a harmadik szemét, be kell zárni. A legrosszabb esetben kissé eldurvult. Szóval, minek mozorgunk? Menjünk, védjük meg azt a nemes mutánst, amíg még élünk. Na, most már hárman vagyunk. Számomra a mai kaland, a mai Warhammeres kaland itt ér véget. Ez a Rogue Trader nagyon szimpatikus játéknak tűnik. Főleg azok számára, akik szeretik a CRPG-ket, vagy imádják a Warhammer világát. Jelenleg angol tudás erősen ajánlott, mert ez a magyarítás nem áll készen arra, hogy a játékot élvezhessétek, legalábbis szerintem. Amúgy meg ott van. Hangulatos a game, amit eddig láttam belőle, bár igazából éppen, hogy szerintem most értünk ki a tutoriálból. Tehát most kezdünk társakat szerezni, úgyhogy most indulna be a játék. De ezt így, ebben a formában, ezzel a magyarítással nem tudnám játszani, és nem is tudnám streamelni nektek olyan átéléssel, ahogy én azt szeretem a játékokat. Egyrészt nincs akkora angol tudásom, hogy egy ilyen jellegű CRPG-t élvezhetően át tudjak nektek adni. Úgyhogy majd, hogyha készül hozzá egy magyarítás, és hogyha majd úgy döntök, hogy na most akkor belevágunk a Warhammer világába, ez szerintem egy jó választás.
Úgyhogy ennyit erről. Köszönöm szépen a kiadónak, hogy meg tudtam nektek mutatni ezt a gémet. Ha tényleg amúgy eltekintünk attól, hogy milyen volt a magyarítás minősége, amit amúgy én már mondtam nektek az elején, hogy ezzel lehet kalkulálni, szerintem ott van a game.